Isten királysága az alkotmányos királyság, aminek van alkotmánya. Az alkotmány az mind a két irányban kötelezettségeket és lehetőségeket fogalmaz meg. Az alkotmány az a királyt is kötelezi, hogy amit kimondott az igéjében, ahhoz tartsa magát. De az igében mutatta meg számunkra is, hogy mi az, ami által működni fog az a királyság. Az ő szeretete az feltétel nélküli, de a királyság működésének vannak feltételei. Jézus mindjárt a nyitányban elmondja, boldogok a szellem koldusai. Nem a lelki szegények, ahogy ezzel sokan szórakáznak, hogy a gyógyósok, a boldogok, nem, hanem a szellem koldusai. Akik nem a világ koldusai, hanem a hiányaikkal, a szükségeikkel Istenhez, aki szellem, és az ő szelleméhez, a Szent Szellemhez jönnek. És aztán mondtam, hogy van másik vége is a hegyi beszédnek, nem csak eleje, hanem vége is. És az a végén nagyon izgalmas dolgok vannak. Salamon azt mondja a példabeszél könyvében, hogy Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti, és kiknek a mie, és a királyoknak, meg a károlyoknak a dicsősége vagy lehetősége, hogy a dolgokat kikutatják. De a héberben a dolog szó helyén ugyanaz a szó szerepel, a dábár, vagy mai héber szerint a dávár szó, ami az igét is jelenti. Tehát az igére, amikor Isten igéről szól, ugyanezt a szót használja, de hogy a görögben a logosz jelenti az igét is, meg a dolgokat, ügyeket is, ugyanígy a héberben ez a helyzet. Most, ha az ember kutatja az igét, és sokszor élem át ugye az Úrral való időzésemben, úgy fölbújt a Szent Szellem, hogy valamit egy kicsit jobban ássa ki, mert ott több van. Énekeltük, hogy végtelen az ő igéje is. Kegyelme is, hűsége is, de az igéje is végtelen. Hatalmas és izgalmas rétegek vannak, egyre lejjebb érdemes ásni benne. És pár évvel ezelőtt éltem át egy nagyon nagy, erős áramütésszerű örömöt, érintést az úton, amikor így a hegyi beszéd végéhez értem az egyik folyamatos bibliaolvasásom során, és olvastam, úgy, ahogy Károliban van, meg egy csomó más fordításban, azt mondja Jézus, valaki azért hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és azt mondja Károli, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. És történt, amikor Jézus befejezte a beszédeket, álmélkodott a sokaság, magán kívül volt a tanítása miatt, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudó. Én se írástudó szeretnék most lenni, vagy annak a pozíciójában. Akkor, amikor megosztok valamit, amit, ahogy jeleztem, egy pár évvel ezelőtt fedeztem föl. Szentszem fölbújtott, hogy kicsit nézzem meg közelebbről ezeket az igéket, és azt találtam, hogy a 25. és a 27. versben a Biblia eredeti szövegében két teljesen különböző szó szerepel, miközben a fordításokban ugyanaz a szó. Azt mondja, beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze. 27. beleütköztek abba a házba, és összeomlott. Két különböző szó szerepel. A 25. versben Jézus Máté változatában, a görög változatban, mert Jézus arámul mondta el alapvetően, amiket elmondott. Ha szó szerint, ha pontosan lefordítjuk, akkor ezt találjuk. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és leborultak azelőtt a ház előtt. Nem beleütköztek, nem neki mentek és törték zúzták, hanem leborultak
azelőtt a ház előtt, és nem de van a görögben, hanem és. Nem de nem dőlt össze, hanem és. Teljesen természetesen nem dőlt össze. Mert nem tudták kifejteni azt a hatásukat ezek az erők, ezek a hatóerők, amiket majd a másiknál ki tudnak fejteni. Nem tudták kifejteni. Ahogy itt énekeltünk, dicsőítettük az Urat, egy érdekes illusztrációt hozott elém a Szent Szellem, nem tudom, Rejtő Jenőt hányan olvastatok. Én már régen nem igyekszek senkit eltanácsolni tőle, sokat lehet tanulni az ő könyveiből. Nem emlékszem pontosan, de hogy melyik főszereplője, de talán Fülig Jimmy kerül valami konfliktusba az egyik kikötőben, az egy, másik, egy rossz fiúval, és hát bunyó kerekedik belőle, és hát a külső szemlélő számára ott Fülig Jimmynek kéne veszíteni, mégis a másik terül el. És amikor kicsit magához tér, akkor az ő, de ez nem ér, hát te ballal ütöttél. Az is, hogy nem állíthatok minden pofonom mellé közlekedési rendőrt. Mit akarok ezzel elmondani? És hiszem, hogy a Szent Szellem, hogyha mi azt szerint, amit Jézus a hegyi beszédben, az ő királyságának az alkotmányában nekünk adott, olyan stílusban fogunk élni, ami meg fogja lepni a gonoszt. És ahogy attól a balostól elterült a nagyobb fiú, az ellenségünk is, meg ezek a hatóerők is elterülnek, letérdelnek, leborulnak, és nem tudják kifejteni. Ha másik üthetett volna előbb, akkor lehet, hogy Fülig Jimmy terült volna el. De nem tudott ütni előbb, mert más volt a stílusa. Kb. 40 évvel ezelőtt írt egy angol pásztor, egy tanító, egy teológus egy könyvet a hegyi beszédről. Az a címe, hogy The Christian Counterculture, a keresztény ellenkultúra. Nyilván több a kereszténység, mint kultúra, de azt is létrehoz. Egy egyénben, egy családban, egy gyülekezetben, egy nemzet kultúráját alakíthatja, de ellenkultúra. Azzal megy szembe, amit a világ és annak az Istene nyomat. Most ma a cancel culture nyomul Amerikából indulva, ami minden régi klasszikus értéket, közte a bibliai értékeket is akarja cancelni, törölni, kiradírozni. De itt van Jézus. Ki úgy kezdi a hegyi beszédet, és ez az ajtó, vagy ez a kapu, ez a bejárat Isten királyságába. Boldogok a szellem kódusai, mert övék Istennek a királysága. Övék. Másként nem lehet bemenni. Ahogy Jézus a gazdag ifjú esetében is elmondta, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten királyságába. Akinek magasan van az orra, az nem fog bemenni. Visszatérve, ha valakit esetleg görög szó is érdekel, a 25. versben a proszpipto, a 27. a proszkypto szó szerepel. Leborulni és nekiütközni jelentéssel. Két különböző. Tehát nem azt mondja Jézus arról, aki megéli az igét, amit ő adott a hegyi beszédben, hogy annak is neki mennek és azt is összezúzzák, hanem azelőtt leborulnak. Azelőtt erejüket vesztik. Sok baja megvan az igaznak, ez az ige nem, nincs cancelve a Bibliából, az benne van, sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. De ehhez a kulcs az, hogy éljük azt az életet, és ehhez, hogy éljük ehhez az életet, ugyanaz kell, amivel nyílik a hegyi beszéd, a Szent Szellem ereje. Ha az ő kódusai vagyunk, ha beismerjük, hogy saját erőből, a saját génjeink, örökségeink, edzéseink alapján nem fog menni, de általa igen. De általa igen. És akkor, hogy rögzüljön esetleg, ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és leborultak az előtt a ház előtt, és nem dőlt össze,
mert a kősziklára építetett. Valaki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát, ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. Még egy percem, ha? Claudia emlegette, hogy Isten a hitet keresi. Azt hiszem, tegnap vagy tegnap előtt volt a zsidókhoz írt levélből a 11. fejezet, több mással együtt a soros igém. Én amikor újjászületett keresztény lettem pár évvel ezelőtt, évtizedet is mondhattam volna, de Hüse Kavics, Chambers-t kezdtem hamar olvasni, 11 éven keresztül olvastam, és tőle tanultam, nála olvastam először, a hit az határtalan bizalom Istenben. Elmondjuk együtt? A hit az határtalan bizalom Istenben. Határtalan. Feltétel nélkül, tökéletes, teljes. Isten ezt keresi. És hogy olvastam a zsidókhoz itt levelet, a Szent Szem szólt hozzám, hogy egyrészt én magam is, meg majd ha valahol szólni fogok, akkor nekik is ajánlani fogom. Hát eljöttem ma este, vagy én jöttem, és Lajos meg kihasználta. Hogy amikor a zsidókhoz írt levélben, a 11. fejezetben, de akárhol a Bibliában ezt találod, hogy hit által, akkor utána tedd oda magadban, vagy hangosan. Azaz, az Istenben való határtalan bizalom által. Fölrobban az egész fejezet. Fölrobban. Ha így fogod elolvasni, már az első versben is, a hit pedig, azaz, az Istenben való határtalan bizalom. A reménylet dolgok valósága. De egy kicsit odébb megyek. Hit nélkül, azaz az Istenben való határtalan bizalom nélkül képtelenség Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. El kell hinnie, egész pontosan a görög igeidő szerint. De nézzünk egy-két személyesebb részt. Azt mondja, hogy hit által, azaz az Istenben való határtalan bizalom által áldotta meg Jákob a József fiainak mindegyikét. Hit által, azaz az Istenben való határtalan bizalom által emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről. Hit által, azaz az Istenben való határtalan bizalom által tiltakozott Mózes, hogy a fáraó fiának neveztessen. És tovább, nem használom a pár plusz pár percet tovább, de ajánlom a figyelmetekbe a legközelebb. Kinyitod a zsidó 11-nél, vagy bárhol, ahol a hitről szó van. Tedd oda, gyakorlati ízt, erőt ad bele, és hát hívlak benneteket arra, csak a Szent Szelmere által megy, hogy éljük azt az életet, amelyik meglepi a nagyobb darab ellenfelet, és kiteríti, meglepődik, mert azt várná, ha ránk néz, testi, az emberi mi voltunkra, hogy ugyanúgy fogunk élni, mint mindenki. De aki a hegyi beszéd, a Jézustól kapott ige szerint él, az más stílusban harcol vele, mint aki test szerint. Pál azt mondja, hogy a harcunk eszközei nem testiek, hanem erősek Istentől, mert szellemiek. Amen.